Sziasztok, itt Attila, ez pedig a GameHalom csatorna 7 Days Tudás sorozatának 6. része, ha minden igaz. Sose fogom tudni, hogy hanyadik rész éppen. Szóval egy picikét haladtam, ameddig vártam, hogy az egyik videóval mindegy, ne részletezzük. A lényeg az, hogy a reggelt végigjátszottam nélkületek. Jóformán csak fát termeltem, meg építgettem itt a bázisunkat. Annyi alakítást módosítottam itt, hogy itt a lépcső az már csak egy lépcső lesz. Itt szerintem menni fog még egyet fölfele, és aztán erre lesz az ajtó. Azt akarom, hogy feljebb akarom emelni még egy ilyen, mert ezt még tudják ütni, még szerintem azt a szintet is fogják tudni ütni. Szóval, hogy lehetőleg ne tudjanak olyan könnyen ütni. Igazából ez az emelés itt, ez a rész, ez megnehezíti a dolgomat. De ragaszkodok hozzá. Na, menjünk és csináljunk meg egy küldetést. Lerakjuk a cuccainkat. Sok mindent le tudtunk rakni. Így még inkább. Nézzük ezt a baltát ide be. Lőszer az marad nálunk. Ezt a bone knife-ot, ezt meg kéne javítanunk. Nincs csontunk, de van csontunk. Nagyon jó. Akkor minden igaz, ezzel meg is javítottuk. Így, né, ezt bedobjuk ide. Ezek maradnak velünk. Ezeket meg lerakjuk. Indivaló jön velünk. Úgy, né. Így igazából rendben is vagyunk. Ezt mondjuk hagynom kéne, hogy menjen is csinálja be. Mennyi idő? Ez elég. Így, né? Ezt fejezd be, és akkor be tudunk rakni egy ilyet. Egy cooking potot. Jó, szerintem így rendben is vagyunk. Vannak cuccaink, minden oké. És menjünk, csináljuk meg azt a küldetést. Szerzünk azzal a pénzt, és akkor hát, ha a kereskedőtől tudunk valami újdonságot venni, azt hiszem, van egy jópofa kis pump shotgunja, nem pump, hanem pipe shotgunja, és azt a shotgunt, hogyha megveszük, akkor tudjuk használni a shotgun lőszereket is innentől kezdve. Illetve megjavítottam ezeket a fegyvereket, amint látjátok. Ehhez a fegyverhez, ez a nyílpuskához javító alkatrészeket kell használni. Ami ilyen, kellemetlen. Mondjuk van még 5 darab, szóval nincs olyan hatalmas problémánk. És az a helyzet egyébként, arra jöttem rá, hogy azért kapunk ennyire sok sebzést, mert igazából nincsen páncélom. Tehát, hogy ez a kocsi, ez valahogy így beállt ide. Ha még az út végén lenne ez az épület, azt mondom, megértem, de igazából az út elején, mármint így mellett van. Fogta, és akkor így ment be. Ó, ez itt le van védve. Nagyon úgy néz ki nekem, hogy ide föl kell jönnünk. Mert ott tök lazán föl tudtunk. Óhó, nézzétek, itt egy fákja. Ez a fákját nem tudjuk magunkkal vinni? De magunkkal tudjuk, nagyon jó. A házunkban nem lesz rossz, hogyha van még egy fákja. Itt egy hölgyemény zombi, őt látjuk a leggyakrabban. Ajj, ne. Itt van valami. Kis lútocska. Nem is baj, jöhetnek, mert igazából szükségünk van mindenre jelenleg még. Egy zombi. Nem látok másikat. Na már kezdett futni. Ráálltam. Hogyne. Ráállok. Fentről így a fejéről így rácsapok a fejére. Cooking pot, az jól jöhet. Azok annyira most nem kellenek nekünk. Vending machine, ezt tudnánk használni, hogy szerezünk kaját. Nem akarok feltétlenül most venni semmit. Még okésak vagyunk kajában, addig nem költjük a pénzünket, ameddig nincs szükségünk rá, hogy költsük. Igazából, ha nagyon gázos helyzetben vagyunk, annyi rothadt hús van nálam, hogy igazából meg tudjuk enni. Mondjuk, azt hiszem most már csökkenti az életet? Ja, 3-mal csökkenti az életet. Eddig azt hiszem ez nem volt. És ezért viszonylag könnyebben lehetett tenni. Mert oké, ilyen, tudjátok, ilyen hasbetegséget kaptál tőle, de hát az nem volt olyan vészes, hogy megakadályozzon minket ebben. Van egyébként egy pontunk, amit el tudunk osztani. Itt van, a Lucky Looter-re raktam utoljára, amikor nem volt felvétel éppen. Viszont ide vagy a Motherlode-ra, vagy még a Strength-re szeretnék rakni, és akkor Sexual Tyrannosaurus akár, Master Chef, Pac-Mool, ezek mind jöhetnének.
Szerintem a Mother Load-ra rakok még egyet, és aztán utána kezdjük el növelni a strength-et. Annyira tetszik, hogy így megüti pottal, és így izomból hátra esik. Szeretem, ahogy így visszaüti őket. Ez a női mosdó azért van egy nagy V betű a tetején. Ez a woman. Nőt jelenti. És az meg a férfi mosdó lesz mellettünk, ami meg egy M. És látjátok, egy V, meg egy M. Két ugyanaz a betű, csak fordítva. Hoppá! Loot. Lámpa felkapcsol. Ez egy nyugisabb hely, mint amilyen küldetést előzőleg kaptunk. Kevésbé jönnek ránk ezerrel. Nincs semmi, itt viszont van. Kutya. Aha. Mellébent. Nem, átengedtem. Ú, nem engedtem át. Oké. Okay. Pedig egész jól beálltam, hogy távolról meglövöm azzal a puskával. Átkozott kutyák egyelőre. A kutyák hihetetlenül nagy ellenfeleink. Lőnöm kellett volna már innen távolról. Á, nem, ezekre nem lövünk. Nem szeretném feleslegesen pazarolni a lőszerünket, meg növelni a heatmapot. Ott van egy táska a tetején. Ez az, végre van valami armorunk. Elképesztő, hogy a játék eddig mennyire nem akart adni nekünk. Nem is tudom, hanyadik résznél tartunk, és meg csak most adott először. Itt valamit előbb fel tudtam venni. Ott. Kabinet. Ha le van festve így erről az oldalról. Aha, így vannak. Vannak még azon az oldalt zombik, de szerintem mindjárt körbeérünk, és akkor el tudjuk intézni őket. Ez egy gyors küldetéses di lesz. Viszonylag hamar végzünk. Itt valami esetleg nincs. Jó. Üdvözlet, jó uraim. Ahogy ne. Jó, hát akkor várunk. Ez az inventory hiány. Kár, hogy nem tudjuk azt csinálni, mint a... Hú, volt egy játék. Nem jut eszembe a játék neve, de itt megjelenítem nektek a videót, amit összevágtam belőle. Eléggé vicces videóra sikeredett. Szóval, hogyha valaki még nem látta, és jót tud mosolyogni az ilyen játékos vicces dolgokon, akkor érdemes megnézni. De kár, hogy nem tudunk cipelni ilyen szekrényt így magunk mellett, és akkor abba vinni a cuccokat. Mert abban a játékban lehet ilyet csinálni. Ez egy Iron Head. Nagyon király. Ezt megesszük. Ezt lebontjuk. És ennyi. Egy villog a lámpa. Eddig fel se tűnt. És itt a loot szoba. Valamiért nincs ajtó már. Valaki futni fog? Nem. Ki is feküdt. Na, kifeküdt. Na, még egy. Nincs stamina. Jó, megvárjuk. Megvárjuk, igazából van időnk. Nem sietünk sehova. Még ezt is megihatnám. Mega crash. Jaj, nem szoktam ilyenekkel élni, ám én energiaitalt nem iszok, csak kávét. Mármint így játékban gondolom amúgy. Valami ilyen. Itt jön, ja. Nem öljük le, így. Mármint leöljük, csak nem nyílpuskával, nem akarom lövöldözni. Itt a lőszerünket, hogyni. Na, itt is vagyunk, akkor végeztünk is ezzel a küldetéssel. Ez egy egész gyors küldetés volt. Van sisakunk is egy újabb, amit el is tudunk adni. Black Strap Coffee. Yes. Jó sokáig fog kapni. Azt ütögették eddig nagyban. Na, visszavisszük. Remélem egy olyan 800 dukátot fog adni. Egyébként a kereskedésre is adtam már egy pontot. Szóval több pénzt fogunk tudni kisajtolni belőle. Ezt összetörjük, mert ezek adnak
dolgokat. Úgyni. Jó, menjünk is vissza. Túl is vagyunk terhelve megint. Mindig túlterheljük magunkat. Nincs elég helyem egyszerűen ebben a játékban. Kéne az, hogy felszabadítjuk azt a párat még, hogyha tudjátok, ilyen három hely marad, vagy hat, ami túlterhelő, tehát az nem annyira vészes. Ez nem lassít be annyira, de amikor így 8 meg a fölött, azt már úgy megérzed. Oké, ígyjuk meg a... Ne, ezt a kávét, isszuk meg. Úgyne. Ez jó sokáig tart. Ebben, ezt már kifosztottuk. Szegény madárfészkek. Az összes madár fél tőlem igazából. Az összes fészket, amit megtalálok, kifosztom. Na, ciao, jó uram. Azt mondta, azt hitte, hogy zombik vagyunk. Na, mit adsz? Serrated Blade. 45-86-ért lehet a Molotov koktélt viszont eladni. A Blade mód az jó lenne, hogyha lenne penging, de szerintem nem tudjuk rárakni a izére. A csontkésünkre. Szóval a Molotov koktélos marad. Felveszünk egy újabb küldetést. Clear Zombies, 90 méter. Megyünk is megcsinálni kb. Ezeket viszont eladom. Ezt lehet fel kéne javítani, de nem akarom pazarolni a cuccunkat, szóval azt is eladjuk úgy. Mi van, amit még eladhatok? Mondjuk ezt, mert ez sokat ér ahhoz, hogy én megigyam. Ez micsoda? Steel Club Parts. Eladjuk. Brass Radiator. Ezt lehet megtartjuk még. A vitaminokat sose szoktam használni. Soha se használom a vitaminokat. Egyszerűen mindig elfelejtem, hogy van nálam egyáltalán. Valami még eladható? Nem. Na, viszont ez annyit jelent akkor nekünk. Itt volt a Pump Shotgun. Itt van. Pipe Shotgun, nem is Pump Shotgun. Pipe Shotgun. Nagyon jó. Meg is vettük a Pipe Shotgun-t. És hazaugrunk akkor a lőszerünkért. Elég sok fegyverem lesz kirakva. Ez egy egylövetű sajnos ez is. Beleszünk egyet. Még eszünk majd többet is. Úgyne. Be akarom rakni ide. Így. Hazamegyünk, lerakunk pár cuccot, kivesszük a shotgunhoz a lőszerünket, és utána megyünk el a küldetésre. Na, ígyni. Melyik épületbe voltunk? Ó, a fene vigye, nem jelöltem be, hogy melyik épület volt az. Nem jelöltem be, hogy melyik épületet lootoltuk ki. Így most nem fogom tudni, hogy melyik épület lesz az, amelyik... Tehát, hogy melyik nap jön vissza az az épület. Na mindegy. Mindegy, így jártunk. Jó, ezt az épületet fogjuk most lootolni. Itt már voltunk egyszer. Azt hiszem. Csak nem küldetés szempontjából. Mindegy, ez hanyadik nap? Ötödik nap. Nagyon jó. Ott egy csirke, meg ott egy zombi, azt a zombit elintézzük, hogy ne jöjjön ránk, mert így is úgy is ránk fog jönni, hogyha harcolgatunk benne. Reakció ütése volt, mellé értünk, és azonnal megütött minket, még meg akar tölelni minket, amikor a földre került. Annyira nem volt egy rossz arc. Ezt kilútoljuk. Mist Survival, azt hiszem ez volt a játéknak a neve, amiről beszéltem. Mist Survival. Igen, mert ilyen ködös játék volt, ködbe jöttek a zombik. Meg az éjszaka. Na, takarítanunk kell. Jöttem takarítani. Látom, van szemét a földön. Itt van egy szemét, meg itt van egy szemét. Ne üssél már meg úgy. Az ilyet nem szeretem egyébként, amikor így ütnek meg a zombik. Tehát így fogja, megint a feje valami lett. Haha, látjátok, bezúzódott a feje. Oda nézzetek, hogy bezúzódott a feje. Mekkora király már. Nagyon király. Szóval az ilyet nem nagyon szeretem, amikor megütöd, elkezd hátrálni, és akkor így kapsz egy ilyen kis tockost így az arcodra tőle. Csak ez az életünk egy ötödét elviszi ilyenkor. Tehát az ilyet nem szeretem, amikor hogy így eljátsszák. Te veled mi van? Növények között csicsikálsz? Egyikőtök se fut, ugye? Nem úgy tűnik. Oké. Erre kijövünk. Ha elfogy a stamina, akkor tudjunk valahova bújni. Az pláne még el is kezdett futni. Elővesszük a shotgun-t.
Ezt kinyitjuk ezt az ajtót, ha esetleg rohanni kell. Hopp. Így né. Ez a full safe módban. Nyomatjuk. Ahogy, pápá. Ja. Nem tetszik ám, hogy a küldetésbe belejössz. Te nem is vagy itt. Nem is ide valósi vagy. De mivel az a feladatom, hogy tisztítsam ki a helyet, ezért beszól a játék, hogy már pedig ott van egy zombi, amit meg kell ölni. Mivel ugye megkaptuk ezt a helyet küldetésképpen, azért ezt újra tudjuk lootolni. Ebből a szempontból kinda felesleges egyébként jeleznem azt, hogy melyik épületet lootoltuk és melyiket nem. Mert így is úgy is a játék fogja és újra telerakja, hogyha kilootoltuk már. Így belegondolva ez így kinda felesleges, de amúgy logikátlan, hogy újra rakja. Tehát értem, hogy miért teszi, de közben meg... Lehet, hogy ez nem egy ilyen... nagyon kedvelt gondolat, tehát szerintem sokak inkább azt mondják, hogy jó ez így, de én szerintem jobb lenne, hogyha nem rakná újra. Tehát játék balansz ügyileg szerintem jobb lenne. Azt hittem lesz ott egy zombi. Egy sincs zombi. Jó, még egy cooking pottot kaptunk. Erre fel tudunk menni, kinézzük egy zakót, hát ha kapunk, nem kaptunk. Üdvözletem, itt fent még szerintem kéne lennie valakinek, nincs? Nincs, ennyi volt. Feljöttünk, ellenőriztük, hogy van-e zombi itt fönt, nem volt, és emiatt vége a küldetésnek. Ez viszont tetszik, hogy át kell néznünk konkrétan a helyet, nem pedig itt van egy üveg. Ami elég fura egyébként, hogy itt miért van üveg, de mindegy. Szóval ez tetszik, hogy így át kell néznünk ténylegesen a helyet, nem pedig az van, hogy itt egy zombi, ezeket megölted, végeztél. Nyugi, nincsen semmi több zombi sehol se. Tehát, hogy onnan tudjuk, hogyha nincs zombi több, hogy átnéztük rendesen a helyet, nem pedig onnan, hogy a játék azt mondja, hogy ez volt az utolsó zombi, nyugi, semmi probléma, ez végeztél. Növényeket gyűjtsünk, nem gyűjtjük be őket, majd akkor gyűjtjük be őket, ha ténylegesen farmot is készítek. Mert nem tudunk valahogy kiugrálni. Arra ott ki tudunk. Nagyon jó. Vagy mégsem, mert üveg van itt. Így. Szóval igen, ennek így valójában nem sok értelme van. Mert hogyha folyamatosan csak kijelölünk egy küldetést, és mivel itt egy város mellette konkrétan, mindig ki tudjuk jelölni a legközelebbi helyet, ami pár száz méterre lesz. Tehát nem lesz nagyon messze, és havas helyen se lesz. Ezért igazából, hogyha újra reszeteli ott a lootot, egyszerűen csak megyünk, felveszünk egy küldetést, elmegyünk oda, kilootoljuk, megöljük a zombikat, visszajövünk. Jutalmat is kapunk, dukátot is kapunk, XP bónuszt is kapunk, szóval valójában lehet, hogy abba fogom hagyni ezeknek a jelölgetését, mert sok értelme nincs. Ami szomorú, ha belegondolok. Mert nagyon jó ötletnek tűnt. Hello! Come near me again, and I'll cut you. Azt mondja, ha megint közel megyünk hozzá, akkor megvág minket. Mindig ilyen közel jöttem hozzád. Egyszer se közelebb. Nem is akarok annyira közeli kapcsolatot veled. Strukturális fejlesztés. Love tools, lovers degradation. Viszont a 762-es lőszer az meg jó lenne. Mennyink van? 52. Szerintem a 762-es lőszert szerezzük be. Na, viszont megint el tudok adni dolgokat neked. Ezt például, ezt is el tudjuk, igazából ezt is eladhatjuk, igazából ezt is eladjuk, majd később gyűjtünk belőle, hogyha szükség van rá, egyelőre legyen pénzünk. És vegyünk olyat, amire ténylegesen szükségünk van. Egy Clawhammerre például nekem a fejlesztések miatt, igen. Paf. Nézzük, mit tudunk még akár venni, ami hasznos lehet. Most így hirtelen nem látok semmi olyat, amire szükségünk lenne. Jó, vágunk egy kevéske fát, és aztán utána kicsit építkezünk. We're so electrified, oh baby we cannot hide, in a flash of light, don't worry
this feeling's right? Do you feel that tingle too? The lightning bolts shoot through. We're so electrified. Oh baby, we cannot hide. We cannot hide. Electrified. We cannot hide. Electrified. We're so electrified. Oh baby, we cannot hide. In a flash of light. Don't worry, this feeling's right. Do you feel that thing out too? The lightning bolts shoot through. We're so electrified. Oh baby, we cannot hide. We cannot hide. Na, ennyi fával szerintem elegendőek leszünk most, el leszünk ezzel most. Amúgy sem tudunk olyan sokat építkezni, viszont szerencsére a kalapácsnak köszönhetően határozottan gyorsabban tudjuk elpazarolni ezt a fa mennyiséget. Ez vajon van-e fejlesztve? Nincs. Az összeset felfejlesztem. Szerintem egyébként érzékelik a zombik a struktúrának a... Tehát, hogy melyik oldalt mennyire erős, meg hasonlók, és ez alapján is döntik el, hogy merről fognak támadni. Szóval lehetőleg minél erősebb kell, hogy legyen minden irányból, kivéve szemből. Arról szemből viszonylag könnyebben kell, hogy bejussanak. Én szerintem így működnek legalábbis. Lett két pontunk, ahogy néztem, ami nagyon király. Fortitude-ban van egy healingünk, pain tolerance-ünk nincs, living of the level, insulated none, iron gut nincs, nem annyira érdekel minket. Oké, mindegy, a strength-et nyomjuk, valamit tudunk-e fejleszteni már most ezek közül? A packmull-t már tudjuk, nagyon jó. Packmull-lal már nagyon jók vagyunk, szeretjük a packmull-t. Igen, kezd beesteredni, bezár. Na, készítünk még egy flárbok blokkot, mondjuk itt 30-at. Úgy, és elkezdjük ezt itt tovább készíteni. Nem, azt csinálom, hogy egyszerűen szimplán ezt kopizom, és akkor így gyorsabban le tudom helyezni. Ezt is kopizzuk. Így, és akkor erre lesz a bejárat. Jó, ez mindenképp ez itt be lesz tömve, az biztos. Aztán még gondolkozom, hogy emelünk-e még egy szintet rajta, vagy nem. Majd még annak el kell válnia. Már nem is lesz elég blokkom lehelyezni ezeket. Nemhogy még tovább fejleszteni. Négy kell még oda. Szóval lehet, hogy még gondolkozom még egy emeletnek az emelésén. Még egyel följebb. Vagy lebontani ezt a szélét. De nem akarom. Az adja meg az épületnek az egyediségét. Az a vacak. Tudjátok, mint meg fogjuk emelni még egyszer az egészet. Így ezt a részt viszont ezt továbbfejlesztjük, mert akkor itt... Így már nem fognak tudni olyan könnyen bejönni. Hú, leszállt az éjszaka. Most veszem észre. Az nem olyan jó. Dobjuk le a cuccainkat. Amik nem kellenek, kaját viszünk magunkkal. Úgy, ezt lerakjuk. Ezt is lerakjuk, pénzt is lerakjuk, fa az marad. Ezt is lerakjuk. Ezt az ütőt is. Elég sok fegyverünk van. Ezt lerakjuk most egyelőre. Így. Ezt is lerakjuk egyelőre. Ez maradjon nálunk, hogy valamit szét kell szedni. Igen, jó. Itt szerintem rendben leszünk. Ezeket meg elkezdem megenni. Ez mennyit ad vissza? 45-öt? Hát akkor azt már meg is esszük. Úgyis hiányzik egy csomó. Innivaló. Tudunk készíteni, mert be tudok rakni egy ilyet ide. Másikat meg elrakjuk ínséges időkre, hogy esetleg gázba lennénk.
tudnánk akkor készíteni, hogyha lenne ilyenünk. Jó, most van. Két boiled water-t készíts nekem, köszi. Illetve... valahol kell lennie itt kristániumnak. Itt van. Három darab kell. Hogy? Ezt is átvesszük. Ezt is átvesszük, az elkészül, akkor azt is átvesszük. Úgy né, és elkészítjük a vörös teánkat. A kedvenc italomat a játékban. Mindenkinek ezt ajánlom. Hogyha eljönnének és szponzorálnák a csatornámat, én örömmel vállalnám a szponzorációs pozíciót a vörös teának. A Seven Days to Die-os vörös teának. Megvárjuk őket. Megvárjuk, igazából megvárom, de aztán szerintem amúgy is megyek oda föl, aztán ott úgy eltöltöm az éjszakát, és szerintem ennyi lesz ez a videó most. Ja, igen, ennyi lesz. Ha tetszett ez a videó, dobj egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem tetted meg, nézz körbe a csatornán, hát ha találsz mást, amit szívesen megnéznél. Ajánlom például figyelmedbe akár a Subnautica sorozatomat, illetve akár az Other Side, Other C-vel, Other Side nevű sorozatomat is. Az Other Side az nagyon tetszik, az a játék valamiért kifejezetten megtetszett, nem tudom miért. A Subnautica, meg Subnautica, az egy nagyon király játék. Sziasztok!